Hazám, hazám, csendes hazám, bárcsak határin láthatnám. Látom füstjét, de csak elég, az ég alatt sötét elég. Azért jöttünk el, mert fontos volt nekünk Kányádi Sándor. Fontos volt mindazoknak, akik találkozhattak vele, és találkoztak vele. És pedig ők nincsenek kevesen, mert hogy Sándor bácsi amerre járt a világban, a legkisebb székelyföldi falvaktól, túl az Operencián, a zsúfolt előadótermektől, a kis személyes telefonhívásokon és barátságokon keresztül fantasztikus sok találkozás kísérte az ő életét. És ezért találtuk ezt a címet, ezt a tematikát a mai kiállításunknak, hogy találkozások. Én nem azt mondom, hogy ez egy komoly életmű kiállítás, de egy a lehetőségeken belül viszonylag alapos kiállításban ismerkedhet meg, vagy fedezheti fel újra Kányádi Sándor világát. Ez egy olyan világ, amely nekünk, akik ismertük őt, és akik szeretjük a verseit, tiszteljük az ő munkásságát, ez nagyon sokat adott. Amikor elment, június 20-án váratlanul történt. Bár idős ember volt, és mégis nagyon hirtelen és felkészülés nélkül ért bennünket a hír. A szép nagygalamfalvi búcsúztatás után, és nehéz ezt mondani, hogy szép, de mégis azt kell mondjam mi, akik ott voltunk, hogy egy megnyugtató és egy az ő szándékai szerint lezajlott temetésen vehettünk ott részt. Után forrósodott föl ez a gondolat, vagy jött elő, hogy kéne valamit csinálni, amiben itt hajdani, tabáni szülőháza közelében megörökítjük az ő emlékét. Engedjék meg, hogy egy picit megidézzem, és ezzel zárjam ezt a bevezetőt, Virág Benedek gondolatát. Azt gondolom, hogy ez nagyon illik Kányádi Sándorra is. Születtem, szerettem hazámat, és dolgoztam érte. Ez az én életem története. Tegyetek ti is így. Tanítsátok utódaitokat, és ha azok is így teszik, akkor Magyarország boldog lesz. Én hiszem azt, hogy Sándor bácsit végig a szeretet és a székelyek, az erdélyek, a hazaiak boldogulása, felemelése vezette. És még egy mondat Virág Benedektől, áldásban lesztek, kik másoknak használnak. Nagyon sokat köszönhetünk neki, és Isten áldja az ő emlékét. Bántani én nem akarlak. Szavaimmal betakarlak. Elnézlek, amíg alszol, én sohasem rád haragszom. De kit bántsak, ha nem téged? Az én vétkem a te vétked. Mert akarva, akaratlan halálom hordod magadban. S a fiammal, akit szültél, halálom részese lettél. És történhet már akármi történhető e világi, oldhatatlanul köt hozzád e magasztos bizonyosság. Világrészek, galaktikák távolbából is mindig rád emlékeztet ez a vétked. Kit szeressek, ha nem téged? Hát ahogyan körbe pillantunk, tényleg ez a zseniális életmű, hát látjuk a barátokat, látjuk az ősöket, látjuk a képzőművész barátokat. Tehát az egész életmű a barátkozás, a szabadságba való barátkozás, a szabadság, mint erkölcs, mint hatalmas szeretet kör, az mondta egybe az embereket. Ugye, hát hadd említsem, itt a barátunk mondta Erdély Lajost is, mindannyiunk Lalóját. Micsoda hatalmas dolgot végeztek ők ott. Szenzációs a kiállítás, ahogyan végigfutottam, és engedjék meg, hogy végezetül, noha nem vagyok költő, írtam egy kis zöngeményt, drága Magdi,
Kányhádi Sándorné Tihi Magdolnának, szívedből kiszakadt darab, Erdély a semmibe harap. Valaki jár a fák hegyén, körötte földi s égi fény. Tehát ez a négy sor az én főhajtásom, és ne feledjük el, akit olvasnak, az él. Isten éltesse Kányhádi Sándort, Isten éltesse drága Magdikánkat, a feleséget és az özvegyét. Napom, napom, fényes napom, homályba borult csillagom, süss leszel világosom, ne csak mindig homályoson. Süss még egyszer világosom, ne süss mindig homályoson.